Ez a Hír 18, a jásság híradója 18 településről 18 órakor. Rendhagyó alkotás a kórházban. Mind a négy fán közös motivum az, hogy a körformát próbálták megjeleníteni az alkotók, illetve magát az életfa motivumot. Szépkorú a karácsony a Jászapátin, az ünnepi műsor mellett kalácsot is kaptak a település nyugdíjasai. Ha péntek, akkor Páva benne a Jászság népi együttessel, somogyi koreográfiával készülnek tehetséges táncosaink. Köszöntöm nézőinket, önök a Jászsági térségi televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. A Jövőkép Alkotók Egyesülete önálló, nem csak a képzőművészet területén munkálkodó, a kultúra lokális és globális értékeit egyaránt szem előtt tartó konstruktív szervezet. Céljai között szerepel az alkotó tagok munkáinak hazai közterületeken, középületekben történő megjelentetése, mellyel összhangban áll a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház sürgősségi betegellátó osztálya, belső tereinek képzőművészeti munkáikkal történő színesítése. Már is mutatjuk legújabb munkájukat. Megújult a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház sürgősségi osztályának várója. A Jövőkép Alkotók Egyesületének tagjai művészeti szabadságukat meghagyva az egységes megjelenésre törekedtek. Alkotásaik az Egészségkert címet kapták. Mind a négy fán közös motivum az, hogy a körformát próbálták megjeleníteni az alkotók, illetve magát az életfa motivumot, ami egy ugye ősi szimbólum, illetve a kör pedig egy teljességet, egy magába forduló vonalat, egy végtelenséget jelképez, és nyilván ezekről a szimbólumokról úgy gondoltuk, hogy a kerek egész az egészséget jól kifejezik. Elkészült Bartos Kinga jóvoltából az Életnek fáj a című festmény, akril festékkel fenyőlapra. Koncz Gábor műve a Pozitív burok címet viseli. Az életfa, mint szimbólum alapvetően a pozitív gondolatokat testesíti meg alkotója számára. A fa lombozatán egy védett, körülhatárolt hely emlékezteti csodálóit arra, hogy mindig van egy rés a gondok halmazában, ahol pozitívan feltöltődhet. Azzal a céllal készítették nyilvánvalóan, hogy olyan hatásuk legyen, hogy az itt megforduló emberek, akik látják, betegek, akik bejönnek, a közérzetüket egy kicsit jobbá tegyék ezek a munkák. A festmények mellett az alkotók igyekeztek nagyjainktól olyan idézeteket a falra festeni, melyek alátámasztják vagy éppen kiegészítik alkotásaikat fontos gondolatokkal. A Képalkotó Egyesület körülbelül 3 éve keresett meg bennünket, amikor elindult a sürgősség osztály, azzal az ötlettel, hogy a nagy csupasz falak és hát ott a várakozóknak a környezetét valamilyen szempontból egy kicsit, hogy úgy mondjam, földobni vagy otthonosabbá tenni, díszíteni, és ők maguk művészeti eszközeivel kidolgozták, több mű érkezett, vagy javaslat, ezek közül válogattuk ki, egyrészt a kórházvezetése, más pedig a osztályvezető főorvosnő segítségével, ami talán egy kicsit valóban szint visz a napi fájdalmak és várakozással teli időszakban. Lelkek fája. Ezt a nevet kapta Fejűs László alkotása. A fa az élet szimbóluma, mely gyökereivel az egymásba tekeredő törzsével kapaszkodik az anyagi elemekbe, mint a víz, a tűz vagy a levegő. Farkas Edit alkotásán a teljességet hivatott visszatükrözni. A ying és yang jelképe jeleníti meg az egymással szemben álló, ugyanakkor egymást kiegészítő energiákat. A festmények elkészülésének anyagi háttere 3 részre osztható. A kórházi költségvetésből is jutott a kivitelezésre, de a kiadások oroszlán részét a Jászság Egészségéért Alapítvány és a kezdeményezés mellé álló KNH Bank Jászberényi Fiók igazgatója vállalták magukra. Azért döntöttünk úgy, hogy mi is támogatjuk ezt a kezdeményezést, mivel a KNH Bank vezető pénzügyi intézetként mi magunk hisszük, hogy az ügyfeleink okos döntéseinek elősegítésén túlfelelősek vagyunk azért a társadalomért és környezetért, amelyben dolgozunk. A pénzügyi fenntarthatóság megteremtése mellett ezért arra is törekszünk, hogy válaszokat adjunk a társadalmi igényekre, így társadalmi szerepünket kiemelten a vállalkozás ösztönzés, a pénzügyi oktatás, a környezetvédelem és az egészségügy területén szeretnénk erősíteni. Míg a mutatós karácsonyi dekoráció csak a szeretet hónapján igyekszik felvidítani a kórház látogatóit,
Addig a Jövőkép Alkotók Egyesületének munkái egész évben ezt a célt szolgálják majd jövőre is. A jársági évkönyv immár 26. alkalommal jelent meg. A művészet, a gazdasági élet, a történelem, a kulturális élet, illetve a hagyományőrzés témakörében a jársságról, illetve a jársságban született tanulmányok gyűjteményét. Idén a Lehel Vezér Gimnáziumban mutatták be, december 10-én, hétfő délután. A házigazda Lehel Vezér Gimnázium tanulóinak hangszeres játéka nyitotta a jársági évkönyv bemutatóját. Első olvasóként a középiskola pedagógusa Deméné Ilonka Gabriella mutatta be a kötetet. A kiadvány jelentőségéről szólva megjegyezte, hogy az okos eszközök világában ugyan mindenről készíthetünk fényképet, gyűjtetünk zenéket, tárolhatunk adatokat, mégis félő, hogy évtizedek múltán ezekből semmi nem marad meg. Ezért is rendkívül fontos az olyan összefoglaló, mint a jársági évkönyv könyvformában megjelenő összeállítása. Mert én hiszek abban, hogy az utókor számára, amit én leírok, érték. Én hiszek abban egyfajta misszionáriusként, hogy lesz ember, aki majd valamikor, 200 év múlva, 250 év múlva, majd megtalálja ezt a könyvet, föllapozza, meghalad újségben, és visszatekint rá, hogy jé, 2018-ban is éltek emberek a technika csodái között, és mennyi hasznos dolgot örökítettek meg a számunkra. A kötet bemutatóján jelenlévő szerzők egymást követve ajánlották munkáikat az olvasók figyelmébe, beszámolva kutatásaik érdekességeiről, a tanulmányok interjúk születésének körülményeiről. A változatosság idén is jellemzője az évkönyvnek. Olvashatunk például összeállítást a jársági iparművészekről, megismerhetünk emberi sorsokat a térség első és második világháborús történetéből. Született idén cikk csillagászati témában, de betekinthetünk egy dél-koreai nagyvállalat munkaszervezésébe, vagy olvashatunk a holokauszt oktatásának új módszereiről. Ez utóbbi témában Fábián Nikolett, a Lehel Vezér Gimnázium tanára készített tanulmányt. És leginkább a pedagógusoknak szóló részét próbáltam megragadni, osztályfőnökként is, történelemtanárként is, meg mindenféle szakos pedagógusként, hogyha a tizenéves generációkkal foglalkozunk, akkor egy olyan falba ütközünk, amikor egy ilyen természetes védő réteget képeznek a fiatalok, hogy a negatív dolgok ne találják meg őket, és hogy na már megint egy holokauszt, már megint egy szörnyű történet, és akkor ha nem muszáj, ők nem bonyolódnak bele, és nagyon sok érdekes módszert ismerhettünk meg, hogy hogyan lehet mégis megtalálni az utat a fiatalokhoz. Az évkönyv szerkesztője Pető László szerint rendkívül fontos az, hogy évről évre minden alkalommal új szerzők is közé tegyék munkáikat a kiadványban, amellett, hogy a régi szerzők is jelentkeznek újabb és újabb cikkekkel. Fontos céljuk, hogy hosszú távra biztosítsák a kötet megjelenését, amihez a szerzők megnyerése mellett az anyagi háttér megteremtése is szükséges. A legjelentősebb támogató idén Jászberényon kormányzata volt, valamint a kötetvásárlóin és az 1%-os felajánlásokon túl jelentős mértékben hozzájárult a pénzügyi fedezet biztosításához Jász Jákó Alma képviselőtestülete. Mindenképpen kell tovább fiatalítani, ez biztos. Magamat is bele kell érteni, úgyhogy szerencsére most, ha valaki megnézi a szerkesztőket, akkor a szerkesztők között is vannak új nevek. Például a Kugler Erikát kiemelném, aki azért sokat tett azért, hogy ez a művészeti rovat érdekesebb, színesebb legyen. Tehát vannak itt, és ezt mindenképpen folytatni kell, hogy hát utánunk is legyen jársági évkönyv. A rendezvényen megjelent fiatalok között ajándékévkönyveket és egyéb köteteket sorsoltak ki a bemutató alkalmából. A családias hangvételű programon pedig köszönhetően a rendezvényt kiegészítő rövid műsor szerkesztőjének Deméné Ilonka Gabriellának még egy közös énekléssel is hozzájárultak az esemény közvetlen hangulatának megteremtéséhez. Jászapáti város önkormányzata idén sem feledkezett meg arról a nemes hagyományáról, hogy műsorral és finomsággal kedveskedjen a település szépkorúinak a közelgő ünnep alkalmából. Az idősek karácsonya elnevezésű rendezvényt évről évre többen látogatják, így azt az Apáti Művelődési Ház befogadó képességét figyelembe véve két egymás követő napon szervezik meg, hogy a fellépők műsorát minden nyugdíjas korú lakos kényelmesen megtekinthesse. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívásunkat a mai rendezvényre, a nyugdíjasok karácsonyát első
napjára. Farkas Ferenc polgármester kiemelt tisztelettel köszöntötte a város megjelent szépkorúit december 11-én az ő tiszteletükre összeállított karácsonyi műsoron a Pályár Antal művelődési házban. Igen, talán már 8 éve is annak, hogy elindult ez a nagyon szép hagyomány, és hát ugye látszik, hogy Jászapátén nem csak fiatalok élnek, hanem nyugdíjas korú emberek is, ezért két napon keresztül, tehát ma és holnap is a nyugdíjasok karácsonyát fogjuk megrendezni. Egy számukra talán kedves műsor keretében. Az, hogy mi hogyan segítünk a szépkorúakon, igazából kedveskedünk nekik tavasszal egy-egy virággal, ilyenkor télen karácsonytáján egy-egy kedvezményesen megvásárolható karácsonyfával. Nagyon sok nyugdíjas kedvezményt tudunk biztosítani, akár apáti kártya keretén belül, akár más területeken is, és hát nagyon sokat köszönhetünk az előttünk járóknak, és ezért fordulunk tisztelettel mindig a nyugdíjasaink felé. Nem csak a település polgármestere ajándékozta meg a város szépkorúit, ugyanez visszafelé is igaz volt. Farkas Ferencnek születésnapja alkalmából énekelt a teltházas művelődési ház közönsége. Az idősek karácsonyán volt tánc, színdarab és ének is. Mind karácsonyi témát dolgozott fel, hogy ezzel is segítse a nyugdíjas korúak hangolódását az év legmeghittebb időszakára. Szerintem egy nagyon jó ötlet, jó dolog. Miért tartja jó dolognak? Én szeretem, amikor megnézzük, hogy apátiak, ezek a dalkörök, meg ezek, akik apátin énekelnek, hogy én szeretem őket megnézni. Azért jó, mert rendesek vagyunk, megérdemeljük. Milyen műsor látható ilyenkor? Mi a forgatókönyv általában? Általában gyerekek táncolnak, énekelnek, meg idősebbek is. Zenekar, meg énekelt társaság. Mikor mi? Az önkormányzat a karácsonyi műsoron is az utána járó omlós kalácson kívül igyekszik egyéb anyagi és fizikai terhet is levenni szépkorúinak válláról. Jászapátin évek óta hagyomány már, hogy egy jelképes összegért, idén 800 forintért fenyőfához juthatnak a nyugdíjasok, ezt igénybejelentés esetén akár házhoz is szállítják. Hogy lehet ehhez hozzájutni? Hát hozzá, be kell jelentkezni, kaptuk a papírt, tehát idézést, és a recepción jelentkezni kellett, hogy akarok egy karácsonyfát, és akkor felírják a nevemet, és majd hozzák. Már most 14-én kezdik, de már megkezdték hordani, csak az én papíromon az van, hogy 14-én. Nagy segítség ez? Hát hogyne volna, mert én azért szeretem a fenyőfát, azért, ha megöregettem is. Az idősek karácsonyát december 11-én és 12-én változatlan műsorszámokkal és finom kalácssal párosítva rendezte meg az önkormányzat. Középdöntőben a Jászság Népi Együttes. Telefonon és applikáción lehet majd szavazni és tovább juttatni a mieinket, ha péntek, akkor 23. Hamarosan mutatjuk a részleteket, előtte azonban rövid híreink következnek. Meseillusztrációs rajzpályázatot hirdet a jászsági népmese.hu. A pályázat célja a magyar népmesék varázslatos világának bemutatása gyermekrajzokon keresztül. Az illusztrálandó mese korosztályonként különböző, az alsó tagozatosak a juhász bárányát, a felsősök az angyalbárányok, míg a középiskolások a Boldog ember Inge című magyar legenda mesét szabhatják rajzaikkal egyedülivé. Január 7-ig lehetséges pályázni, a mesékről, illetve a pályázat egyéb feltételeiről érdeklődni a Jászberényi Városi Könyvtárban lehetséges, illetve a jászkönyvtár.hu weboldalon. 6 tonna. Ennyi műanyag kupakot gyűjtöttek össze a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesület tagjai ebben az évben. Az általuk, illetve a hozzájuk csatlakozó közel 1000 főnyi segítőkész szervezet, intézmény, magánszemély által összegyűjtött kupakokat leadták, melyért közel 425.000 forintot kaptak. A befolyó összeget az egyesület vezetője Tódé Csaba nyújtotta át a Török Bálinti Tábita Gyermek Hospice Ház kis képviselőjének, hiszen a gyűjtést az ő segítségükre szervezték. A Magyar Vöröskereszt jászsági szervezete adománygyűjtésben dolgozott Jászberény legnagyobb hipermarketében a hétvégén. Az ifjúsági vöröskeresztes csoport lelkes tagjai két napon át közel 780 kg tartós élelmiszer gyűjtöttek össze.
Egy vállalkozó nagy felajánlással gazdagította a gyűjtést, amit Jászapátiból érkező segítő önkéntesek vittek ki a területekre. A gyűjtéseket a Jászság többi területére osztják szét a rászorulóknak, a lakossági bejelentések és a családsegítők javaslatára. A csoport köszöni minden jólelkű adakozónak és a hipermarket dolgozóinak is a segítséget. Két hete számoltunk be arról, hogy sikerült az első akadályt leküzdve a közép döntőbe jutni a Jászság Népi Együttes új generációjának. A Fölszállott a páva elődöntőjében bemutatott produkciójuk nemcsak a zsűrit győzte meg, hanem a közönséget is. A csoport az elmúlt két hét komoly felkészítő munkája után egy archaikus, de virtuóz somogyi koreográfiával szeretné meggyőzni a nézőket. Ne feledjék, pénteken este 19:30-tól Fölszállott a páva középdöntő a Dunán. Fontos, hogy ismét a 23-as kódot lehet 20-20 alkalommal a Jászság Népi Együttes továbbjutása érdekében SMS-ben és a MediaClick Plus alkalmazáson keresztül leadni. Őrületes hajtásba kezdett a Jászság Népi Együttes új generációja azután, hogy nagy sikerrel bejutott a televíziós tehetségkutató középdöntőjébe. De megszületett ma is egy bizonyos döntés, az a táncegyüttesek kategóriája. Vajon ki lesz ott egészen biztosan a középdöntőben? Vajon a Jászság Népi Együttes? Vagy a Szentendre Táncegyüttes? Vagy a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes? Egyikük hajszányi előnyre tett szert. Gratulálunk. Mondd még egyszer, kinek, nehogy rosszat mondjak. A Jászság Népi Együttes! Az új produkció kialakítása és a heti több próba mellett a média szerepléseknek is eleget kellett tennie a csoportnak, miközben saját szavazó bázisukat is igyekeztek lázban tartani, flashmobjaikkal és felfelbukkanó vidámságukkal. Nagyon sokat dolgoztak a táncosok, tényleg minden hétvégén, sőt hétköznap esten is volt próbánk, úgyhogy én úgy láttam az utolsó próbán, hogy tényleg egy olyan szinten vannak szakmailag, hogy ez a koreográfia most a középdöntőben én szerintem is színes produkció lesz. Volt már egy kis fáradtság a társaságon, de én remélem, hogy kipihenték magukat, úgyhogy ma este újra Budapesten fogunk találkozni, és most már célegyenesben készülünk a péntek estére. A csoport a legutóbbi alázatos, archaikus stílusnál maradva, mégis egy virtuózabb, botos, üveges, lendületes somogyi koreográfiával készül. Most az a cél, hogy a középdöntőbe a legjobban, a legprofibban lépjenek a kamera elő, és bízunk abban, hogy a közönség kedves lesz irányunkba, és összefog a Jászság Népi Együttesét, Jászberényét és a Jászságért ez a régió, ez a térség. A jászsági nézők legutóbb nagyon jól vizsgáztak, mert bebizonyították, hogy a térségünk összefog, akkor a közös jó ügyért képesek vagyunk komoly szavazóbázist felmutatni. Segítsünk, hogy tovább szárnyaljon a hagyomány, és tovább szárnyaljon a jászság a december 14-i középdöntőben is. Ne feledjék, pénteken este 19:30-tól a Fölszállott a páva középdöntő a Dunán kezdődik. Fontos, hogy ismét a 23-as kódot lehet 20-20 alkalommal a Jászság Népi Együttes továbbjutása érdekében SMS-ben és a MediaClick Plus alkalmazáson keresztül leadni. A Palotási János vegyeskar tartotta meg hagyományos karácsonyi hangversenyét december 9-én vasárnap este. A Szentkúti templomban tartott egyházzenei koncertjük programját az adventi időszak szellemében válogatták össze. Palotási János vegyeskar hagyományos karácsonyi hangversenyére hívta az egyházi zene iránt érdeklődőket. A 156 éves Palotási János és Rissner József által létrehozott kórus invitálását idén is sokan elfogadták, hogy egy zenei élménnyel gazdagodva is színesítsék az ünnepvárás időszakát. A karácsony igazi üzenete Jézus Krisztusnak a születése, és hát kihagyhatatlan a templomi koncert évről évre. Az együttes szeretné megőrizni elhunyt karnagya Bedőné Baki Katalin emlékét. A karácsonyi koncert is egyfajta tiszteletadás volt munkássága előtt. Hangversenyük programjában ez alkalommal is gyönyörű egyházi műveket szedtek csokorba. Az előadáson szerepeltek oratóriumok, misék és népénekek egyaránt. És itt Jászberényben a Palotási János vegyeskar Baki Katalin híres karnagyasszonytól vettem át. Nem szerettem volna, csak sajnos a
halál miatt én folytatom a munkát, immár a második karácsonyi koncert ezzel a kórussal. A koncerten bemutatott kórusművek kiválasztásán közösen dolgoztak a vegyes kar tagjai és a vezető karnagy. Műsorukkal pedig közösen kívántak áldott karácsonyt minden résztvevő számára. Csemegével várják január elején az operett rajongóit Szolnokon. A szolnoki szimfonikus zenekar kíséretében vidéken most első alkalommal mutatkozik be a budavári Palota koncert. Az újévi hangversenyen a műfaj legismertebb dallamai mutatkoznak be, az operett színház művészei és a szolnoki zenészek tolmácsolásában. A budavári Palota koncert korábbi előadásainak összefoglalójából már sejteni lehet, hogy 2019. január 12-én egy nem hétköznapi produkció érkezik Szolnokra. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar új év köszöntő hangversenyén ezúttal az operett csillagai állnak majd színpadra a Tiszaparti város zenészeinek kíséretében. A zenekarnak el kellett érni azt a színvonalat szakmailag, hogy ilyen partnerei legyenek, mint az Operettissima, és meg tudjuk ezt a budavári Palota koncertet tartani Szolnokon. A repertoárban a többi között felcsendülnek a Csárdás királynő, a Mágnás Miska, a Cigány szerelem és a Marica grófnő dallamai, illetve színpadra lép Kalocsai Zsuzsa, Léva Jenikő és Kerényi Miklós Máté is. A produkció nem csak a szimfonikus kíséret, valamint a műfaj legjobbjainak fellépése miatt számít kivételesnek, hanem azért is, mert a budavári Palota koncert, bár több külföldi fellépésen van már túl, Magyarországon most első alkalommal mutatkozik be a fővároson kívül. Úgy látom, hogy Szolnokon erre van igény, van szándék, van energia, hogy a kultúra az ne önmagának szóljon. Tehát ne olyan előadások szülessenek a zenekari rendezvények és a koncertek során, amelyek egy nagyon zárt elit szórakozását szolgálják csak. A produkció iránt már most jelentős az érdeklődés, eddig mintegy 740 jegyet értékesítettek elővételben, ezért a korábbi tervektől eltérően már a főpróba is nyílt lesz, illetve január 13-án Pécsett is bemutatják az előadást. Jászberény város önkormányzata minden év végén jutalomban részesíti azokat a fiatal sportolókat, akik az év folyamán rendezett országos versenyeken, diákolimpiákon vagy nagy nemzetközi versenyeken dobogón végeztek. A rendezvénynek ünnepélyes keretek közt a Dériné Rendezvényház adott otthon december 11-én délután. Zsúfolásig megtelt a Dériné Rendezvényház a diák sportolók jutalmazása alkalmából rendezett ünnepségen. A sportolókon és felkészítőiken kívül a szülők hozzátartozók töltötték meg a nagytermet, és elsőként a város polgármesterének megnyitó beszédét hallhatták. Mi a magunk részéről a jövőben is megtesszük azt, hogy amennyire a városnak előnyei és lehetőségei vannak, mind a feltételek, létesítmények, mind pedig az egyéb jellegű támogatásban részt veszünk, de ez csak egy kis része a történetnek, nyilván egy komoly szakmai munkát igényel. Ezt kívánok erőt, egészséget a pedagógusoknak, edzőknek. Ezt követően dr. Sebők Balázs egyenként szólította a diákokat. Összességében 153 ajándékcsomag és oklevél talált gazdára, amit Nagy Andrástól, a Humán Erőforrás Bizottság elnökétől és munkatársaitól vehették át az ünnepeltek. A Kolibri SS sportolói nagyon sok edzésnek köszönhetik, hogy nagy sikert értek el a látványtáncban. 2 órás egy edzés, de abból van előtte bemelegítés, és amikor gyakorlunk, akkor többen gyakorlunk egyszerre, és egymás után következünk. És mennyire izgultatok a verseny előtt? Hát személy szerint én eléggé izgultam. Utána? Hát úgy van, hogy amikor felmegyek a színpadra, utána már nem gondolok rá, csak hogy előadjam. Az előadás végül is annyira jól sikerült számukra, hogy országos bajnokok lettek. Nagyon sokan voltunk, majdnem 400-an, és hát nagyon örültünk, amikor kihívtak minket elsőként. A Jakuzákese Európa bajnoka megelőzően diákolimpiát nyert, ami nagyon fontos volt számára. Ez volt a kvalifikációs torna az idei Junior Európa bajnokságra, szóval nagy volt a motiváció, hogy megnyerjem. Úgy érzem, hogy nehezebbre készültem, mint ami ott várt, ezért sikeresen vettem az akadályokat, és igen rövid küzdelmekkel sikerült megnyernem. A jégpálya befedésével egyre népszerűbb a jegesport a városban. Így sok diák a jégkorongot választotta. Ebből 4 éves koromban kezdődött, hogy
mikor csajáztam, és egyszer csak látom, hogy jönnek fel abba a nagy jégkorongos ruhába a hokisok, és nekem úgy megtetszett, hogy én anyunak mondom, hogy azonnal oda szeretnék menni. Vojtos Levente a jégkorong mellett a floorballt is nagyon kedveli, és nem mellesleg sikeresek csapattársaival. Volt egy nagyon húzott meccsünk, ott Pest Erzsébettel. Ott 3-2-re nyertünk, és ott rengeteg kapufát lőttem, nagyon ideges voltam a végére. De utána először nagyon nehezen sikerült, utána megjöttek csak úgy a gólok. És akkor lett az aranyére? Igen. Mivel a tavalyi év ünnepeltjeinek száma szinte megduplázódott, várható, hogy 2019-ben is növekedni fog a létszám. És elképzelhető, hogy akkor már még nagyobb teremről kell gondoskodnia a Humán Erőforrás Bizottságnak. Hamarosan kezdődik a Nézőpont Erdei Gábor kollégámmal. Gábor, milyen témával készültél ma? Szervusz Kriti, köszönöm szépen az érdeklődést. A mai Nézőpontban a második szakmaválasztó, jársági szakmaválasztó kiállításról fogunk beszélgetni, melyet csütörtökön és pénteken rendeztek az elmúlt héten. Ez a kiállítás céljaiban megpróbálja a 7.-8. osztályosokat a megfelelő szakmaválasztás irányába orientálni, de is bemutatni nekik azt, hogy a szakma szeretete, szépsége miben rejlik. Erről fogunk beszélgetni vendégeimmel, főszervezővel, illetve egy vállalkozóval is. Várom önöket a hét 18 után. Köszönöm, érdeklődve várjuk, most pedig nézzük meg főbb híreinket még egyszer röviden. Rendhagyó alkotás a kórházban. Mind a négy fán közös motivum az, hogy a körformát próbálták megjeleníteni az alkotók, illetve magát az életfa motivumot. Szépkorú a karácsony a Jászapátin, az ünnepi műsor mellett kalácsot is kaptak a település nyugdíjasai. Ha péntek, akkor Páva benne a Jászság népi együttessel, somogyi koreográfiával készülnek tehetséges táncosaink. Ennyi volt mára a Hír 18, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne menjenek messzire, hiszen ahogyan az előbb is mondtuk, hamarosan kezdődik a Nézőpont Erdei Gáborral. Minden jót, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.